Sziasztok! Az utóbbi időben egy kicsit eltűntem, bevallom szégyellem is, hogy erről nem tudtalak titeket értesíteni, de hát nagyon-nagyon sok fontos információ történik, illetve zajlik most az életünkben, ugyanis szeptemberben férjhez megyek, úgyhogy jelenleg nagy esküvőszervezés megy, úgyhogy előfordulhat, hogy az elkövetkező hetekben nem tudok majd bejelentkezni. Elnézést kérek érte, de egy esküvőszervezés az elég és sok fáradtsággal jár, és rengeteg mindent kell még elintéznünk. Jelenleg nincsenek itthon a kutyusok, ugyanis panzióba mentek, mivel ma hivatalosak vagyunk egy esküvőre, ez nem a miénk, ez egy másik esküvő. Szóval leadtuk őket most panzióba, ahol nagyon jól érzik magukat, többször voltak már bent, úgyhogy már ismerik a panziót, és tudom jól, hogy nagyon-nagyon jó helyen vannak. Persze, mint minden gazdi, én is izgulok értük, és már most hiányoznak, hiába csak pár órája nincsenek itthon. Valahogy olyan csönd van, és ez kicsit fura, nem baj, majd vasárnap megyek értük, és akkor újra itthon lesznek. Ahogy ígértem, a BH vizsgával kapcsolatban készítettem végre videót, hogy hogyan is állunk a felkészülésben. És ezt most meg is fogom nektek mutatni, illetve át is beszéljük, ugyanis gondolom sokatokban felmerült a kérdés, hogy de hogyan is néz ki ez a BH vizsga, egyáltalán mi ez valójában? Úgyhogy most ebből láthatok egy ízelítőt a felkészüléssel kapcsolatban, hogy most miként alakul alfa, illetve hogyan készülünk a vizsgára, ami, ha minden jól megy, november 29-én lesz, úgyhogy szurkoljatok, mivel november 13-án tölti be a 12 hónapos korát, tehát egy éves lesz, és a vizsga alapfeltétele, hogy egy évesnél fiatalabb kutya nem vehet részt a vizsgán, szóval éppen csak betölti ezt a bizonyos korhatárt. Reméljük, hogy november 29-ére fel tud készülni, mert utána legközelebb már csak márciusban lesz lehetőségük vizsgázni. Szóval nincsen sok időnk, bele kell húzni rendesen, de egyelőre nagyon jól állunk. Nézzük is a videót! Először pórázom vezetéssel kezdődik a vizsga, melynek indulásakor lábhoz vezényszót kell adni a kutyának. Így nagyon fontos, hogy pontosan bal láb mellett legyen követőben az állat, és 50 lépést kell megtennünk így. Nem szólhatok hozzá, nem nézhetek rá a kutyára. Utána következik a hátraarc, a hát, ami még nem tökéletes az alfának, ugyanis még egy kicsit kimegy oldalra, amikor megfordulunk, de hát ez még benne van a pakliba. Majd következnek a lépésmódváltások, ami futólépés, illetve lassú lépés. Itt a kutyának semmilyen pórázrántást nem lehet használni, tehát magától kell fölgyorsítania, illetve lelassítania. A lassú lépés után ismét normál lépésbe váltunk. Utána pedig következik egy jobbra át, illetve egy balra át, tehát a fordulásokat is meg kell mutatni a kutyának, hogy magától fordul pórázrántás nélkül. A felvétel az egy kicsit itt-ott meg kellett, hogy vágjam, mert hát a operatőrünk, aki szintén az egyik vizsgázó, akit készítek föl, nem mindig tudta jól tartani a kamerát, illetve a saját kutyájával is kellett, hogy foglalkozzon, úgyhogy egy kicsit bele kellett vágnom. Nos, a következő hátraarc után pedig van egy olyan, hogy meg kell állnod, és a kutyának saját magától le kell ülnie pontosan a lábad mellé. Itt is csak induláskor adhatsz vezényszót, ami a lábhoz vezényszó lehet. Ugye mi még csak fölkészülünk, itt éppen nagyon elbambult nézte a birkákat a szomszédban, hetterelő kutya, ne lepődjünk meg, de hát ugye nem engedett az, hogy elbambuljon, úgyhogy egy kicsit korrigáltam porázzal. Én még nagyon sok jutalomfalatot használok, hiszen hát még tanuló fázisban vagyunk, és hát nem olyan rég kezdtük a felkészülést, úgyhogy még eléggé sok jutalomfalatot kap az alfa, de hát ez majd idővel el kell, hogy tűnjön, hiszen a vizsgán semmilyen jutalomfalat nem adható, nem is lehet nálunk, illetve semmilyen motivációs eszköz, tehát játék sem lehet nálunk, ugyanis a kutyának és a kutyavezetőnek teljesen szinkronban kell haladnia mindenféle segítség nélkül. Most a csoportban való áthaladást láthattátok. Ez a vizsgán 4 random ember fog majd állni, és őket kell 8-as alakzatban megkerülni és középen leülni. Mi itt nem voltunk 4-en, úgyhogy felhasználtuk az egyik vizsgázó kutyát, illetve az operatőr volt a csoport, akit megkerültem. Majd ugyanez a feladatsor következik póráz nélkül, tehát úgynevezett szabadon követésben. Itt is csak lábhoz vezényszó adható a kutyának, és neki követnie kell szépen, és néznie kell fölfele. Ugyanis a vizsga követelmény, hogy a kutyának jókedvűen kell végrehajtani a vizsgát. Itt leesett egy jutalomfalat, amit alfa elkezdett keresni, úgyhogy itt egy kicsit hibázott.
Szóval ugyanaz a feladat sor, tehát 50 lépést kell először megtennünk normál lépésben, majd hátraarc után, 10 normál lépés után futó lépés, illetve lassú lépés következik, majd szintén irányváltások következnek. Tehát megismételjük azt, ami a porázon vezetéses résznél volt. Alfa amúgy nagyon ügyes, és tényleg nagyon szépen halad mellettem, igyekszik figyelni rám, nagyon jól váltja a tempókat. Hát még azért vannak hibák, néha ferdén ül be, néha elveszti a fókuszát, a hátraarcnál még kicsit azért nagy ívben fordul. Hát feküdni jelenleg nem túl szabályosan fekszik, mert csak eldobja magát, de legalább lefekszik. Úgyhogy azon még sokat kell dolgoznunk, ugyanis a VH-n nagyon precíznek kell lenni a kutyának, hiszen nagyon nézik azt, hogy mennyire precíz és pontos a kutya, mennyire figyel a gazdájára, mennyire jókedvűen végzi. Szóval eléggé komolyan kell ezt venni. A kutyákból nagyon sokat vesz ki, hiszen rengeteg koncentrációt igényel a kutya részéről az, hogy folyamatosan figyeljen. Maga a gyakorlatsor általában 6-7 percet vesz igénybe. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a pályán amúgy kettő kutya van, tehát az egyik csinálja a pályamunkát, mint most mi az Alfával, a másik pedig a pálya szélén helyben marad, ahonnan a gazdi 25 lépés távra elmegy. Itt most az a kis Colli a háttérben, ő lett volna a helyben maradó, de hát elég sokat hibázott, úgyhogy inkább alapállásban várakozott. Nem baj, még gyakoroljuk ezt a helyben maradást, az még Alfának sem egy jól sokszor feláll belőle. Ezután következik az a rész, amikor pár lépés megtétele után ismét megállunk a kutyával, le kell ülnie, majd ül vezényszó után, ott hagyom a kutyát, elsétálok 15 lépést, megállok, megfordulok, visszasétálok a kutyához. Itt is csak az ül vezényszó adható ki a kutyának. Majd miután visszasétáltál a kutyához, akkor utána ismét szabadon követéses rész jön, pár lépés megtétele után meg kell állnod, a kutyának magától le kell ülnie, nem adhatsz vezényszót, majd jön a fektetés, itt egy fekszik vezényszót használhatsz, majd 25 lépés távolságra el kell távolodnod a kutyától. Miután eltávolodtál, megfordulsz, és a behívás következik a hozzám vezényszóra a kutyának, egyenes vonalon lehető leggyorsabban kell beülnie a gazdája elé, teljesen egyenes vonalban, tehát a feneke nem lehet se jobbra, se balra, hanem pont egyenesen lehet. Majd lábhoz rendeljük a kutyát, ez azt jelenti, hogy a szemben állásból mellét kell bal oldalra igazodnia. Nos, jelenleg így állunk a vizsgafelkészüléssel. Szóval én nagyon büszke vagyok Alfára, mert nagyon jól áll és egyre ügyesebb. Szóval amíg lesz lehetőségem és időm, ígérem, hogy ismét jelentkezni fogok, de hát most eléggé elfoglaltak vagyunk ebben az időszakban. Egy biztos, az esküvőre ők nem fognak jönni, úgyhogy szintén panzióba fogjuk őket rakni, de hogy ne maradjanak ki az esküvői fotózásból, megoldottuk, hogy majd bemegyünk a kutyaiskolába szép nagy fehér habos ruhában, illetve ugye a párom pedig az öltönyében. A kedvünkért elpakolják a kutyákat, hogy kényelmesen tudjunk családi fotót készíteni a három állatunkkal. Ezen kívül még meg is fürösztik őket, úgyhogy garantáltan tisztán fogjuk őket megkapni, hiszen nem kéne, hogy összeugráljanak minket. Nagyon várom azt, hogy most már férhez menjek, és hát természetesen majd erről úgy is fogok képet küldeni, de megpróbálok még az esküvőt jelentkezni. Addig is, sziasztok!